megpróbáltam megfordulni az autóval, megfordultam, kiszállt a nagynénén, fölmentünk, jöttem le, 30 ezeres csekk volt az autón. Békásmegyer belső övezetében különös forgalmi változások történtek az elmúlt hetekben. Egy közel 250 méteres útszakaszon teljes mértékben megtiltották a parkolást, míg egy korábban forgalomcsökkentett szűk utcás területen megengedték a parkolást. A lakók háborognak, a hivatalok pedig nem tesznek semmit a helyzet normalizálására. És aztán jöttek a festőművészek, és elkezdték ezt festeni. Jaj, de jó! A kukás autóknak lesz szabad hely, a lejáratokat lefestik, mert először azt festették le, és akkor egyszer csak látom, hogy le van festve az egész. A házakban lakók egyik nap arra lettek figyelmesek, hogy sárga csíkot festenek a Zsirai Miklós utca járda szegélyeire, és megállni tilos táblák is feltűntek. A kitiltás mondjuk nem volt teljesen fair, mert azért egy-két autót lehetett volna ott hagyni helyett. A katasztrófa védelmi felvonulási területre azért volt szükség, hogy kevesebb akadályt kelljen leküzdeniük a tűzoltóknak vészhelyzetben. Ezt kérdésünkre egy sajtóközleményben válaszolta Kisdi Máté, a katasztrófa védelmi igazgatóság sajtószóvivője. Ez a szokásos vírcsaft, hogy nem beszélünk meg senkivel semmit, csak intézkedünk. Aha. És önök kérdezték a katasztrófa védelmet, vagy önkormányzat? Természetesen voltak e-mailt, volt, aki e-mailt küldött be. Mit válaszoltak? Nem válaszoltak. Közben a lakók egyre érdekesebb szituációkkal találkoznak. A most leszabályozott útszakasz közel 50 autó parkolását nehezíti meg az amúgy is szűkös parkolókapacitások közepette. Amikor már a belső felfestések kezdődtek, tehát a belső park, most az utca belső, a sétáló utca utcává nyilvánításánál, ugye a parkolókat felfestették egy irányú utcába, ahelyett, hogy a hosszú, nagy ívekre festették volna fel a parkolókat, ahol még 5 autó elfér. Oda felfestették a kis ívekre, a bal oldalra, ahol vagy sövény van, vagy bokor van, vagy vaskorlát van. Ezt tulajdonképpen így kéne megoldani. A másik érdekesség, ahogyan kijelölték az új parkolási lehetőségeket. Egyrészt nem jó irányban, másrészt nem jó arányokkal festették fel az egyirányú utcában a parkolást segítő jeleket. A nem szabályos parkolás pedig komoly közigazgatási bírságot is jelenthet, akár 30 ezer forintot. Megpróbáltam megfordulni az autóval, megfordultam, kiszállt a nagynénén, fölmentünk, jöttem le, 30 ezeres csekk volt az autón. Na most itt gyűjtünk ilyen aláírásokat, ennek a, hogy változtassák meg ezt a módit. Akkor még ezek a sárgák ugye nem voltak felfestve, most már ezek is fel vannak festve, meg menetrend szerint mindenhol kipakátoltak egy csomó táblát. Na most ezt nem veszik figyelembe az autósok. Hiába van ott, hogy behajtani tilos, egy irányú utca, szuperül, kijön, bemegy, én futkossak előle, aki nem tud, mert rám dudál. A megoldások egyelőre nincsenek. A lakók petíción aláírásokat gyűjtenek, és reménykednek abban, hogy az egymásra mutogató hatóságok közül valamelyik záros határidőn belül képes lesz segíteni nekik. Addig csak a nyilvánosság maradt számukra.